Üdvözöllek, van Zoltán vagyok, szabadúszó fotós és retusőr. Amivel most foglalkozni fogunk a videó során, az a kijelölés és maszkolás, valamint egy hozzátartozó háttércsere. Ezt a visszajelzések alapján több mindenkit is foglalkoztat. Így úgy gondoltam, akkor foglalkozunk ezzel is. Ez egy olyan képem, amit még évekkel ezelőtt fotóztam. Azért választottam ezt a képet, mert számos esetben, ami a háttércserénél problémát okoz, az a kócos vagy esetleg göndör hajszerkezet. Így bár ez nem is az a tipikus eset, mint ami a női modellek esetében szokott lenni, ahol jóval látványosabb göndör fürtök vannak. Viszont ahhoz, hogy bemutassam magát a háttércsere folyamatát, illetve a maszkolást, arra tökéletes lesz. Most válasz ki te is egy olyan képet, ami esetlegesen egy göndörebb, kócosabb, fürtökkel bíró modelledről szól, vagy bármilyen keszekusza részlet van a képen, ami mögül nehezebb lenne kiszedni a hátteren. És ha ez megvan, akkor nézzük végig az alábbi lépéseket. És van egy alaprétegünk, és a Ctrl-J segítségével duplikáljuk ezt a réteget. Legyen ez mondjuk a körbe vágandó kép. És itt visszakattintunk az alaprétegünkre. Erre létrehozok egy... legyen mondjuk inkább egy színátmenetes szín. Ebben a színvilágban. Igazából nincs konkrét célja ennek a háttérszínek, csak is kizárólag az, hogy egy új hátteret eszközöljek a modellünk mögé, tehát te szabadon választhatsz másik típusú háttérképet, ami számodra szimpatikus, amiről úgy gondolod, hogy jobban passzol a képethez. És ez megvan, akkor igazából az alaprétegünk és a körbevágandó képrétegünk közé fog bekerülni. És akkor nézzük, hogyan is fogjuk ezt megfogni. Én már korábban, itt a csatornák fülön, ami elképzelhető, hogy neked a rétegek fül mellett van, csak nekem ez egy egyedi kialakítás. Ott a kék rétegre kattintva, én itt már látszik, hogy azért már korábban ezt eszközöltem, illetve leteszteltem, hogy minden úgy működik-e, ahogy kell. Tehát ezt a kék rétegünket kellene duplikálni, így jobb kattintással rámegyünk a kék csatornára, és akkor a csatorna másolásával létrehozzuk, és akkor mondjuk kék másolat lesz a neve, legyen mondjuk maszkolás néven, és akkor ugye van itt egy alaprétegünk, és miként is fogunk neki kezdeni. Ez a kép, korrekció, fél pillanat, csak közben átváltok. Hát még mielőtt belekezdünk ebbe a korrekcióba, azt kell elérnünk, hogy csak is kizárólag ez a maszkolás rétegünk legyen a látható, a többi az maradjon rejtve, és akkor ha ez megvan, akkor a maszkolás csatornán, ha állunk, akkor a kép, korrekciók, szintek opciót választjuk ki, ami a Ctrl-L lenyomásával szintén elérhető, és akkor ezeken a szinteken fogunk korrekciókat végrehajtani a csatornánkon. Ez látszik, hogy a modellünk az kezd el sötétedni, ugyanakkor a világosabb rétegeken is erősítünk. És miért csináljuk ezt? Igazából azért, mert egy kontrasztot kell képeznünk a képünkön, hogy jobban elhatárolódjon a modell a háttértől, mint ez látszódik a hajánál, és
a háttéren és a ruhájánál is. Ezt most okézzük le. Az látszik, hogy nem volt teljes mértékű maga a korrekció. Miért lehet ez? Igazából magának a maszkolásnak vagy a háttércserének számos verziója van. Ez most a 4-5 verzió közül az egyik. Vannak ennél praktikusabb, gyorsabb módszerek is. Viszont ez a módszer, amit most mutatok, ez ugyanúgy hasznos, ugyanúgy el tudod érni vele a célodat. Lássuk, hogyan tudjuk ezt korrigálni. Én mondjuk egy lasszó eszközt választok, ez egy gyors kijelölés eszközt választok, és akkor itt a fehér részt én ezt ki is jelölöm, hiszen ennek a rétegnek feketének kell legyen. És akkor itt el kell érnem, hogy a színek közül a fekete legyen alul, ezt az X lenyomásával tudom megtenni. Még azért pontosítom a kijelölésemet, és akkor delete lenyomásával az alsó szint hagyom érvényesülni. További korrekciók esetében átváltok az ecset eszközömre, mondjuk egy 200-as méretre, X lenyomásával a feketét hozom felsőnek. Ez azért fontos, mert fekete lesz a festőszín, és a fekete maszkolt területet kiszínezem, vagyis kitöltöm, hogy ez 100%-osan fekete legyen, így pontossá váljon a kijelölésünk. Most a szintekkel tovább finomítom a kijelölésemet. Leginkább a háttérre vonatkozólag, valamint a modellünkre is jusson. Akkor, mint az látszik, tökéletesen elhatárolódik a háttértől, a hajszerkezet, a modell, a bőr, illetve a testvonalai. Ezt leokézom. És akkor, ha megkaptuk ezt a kontúros vonalat, közben én itt észrevettem még egy apróbb hiba részt, amit korrigálni fogok. Ha esetlegesen te is észreveszel bármilyen javítandó felületet, akkor azt minden további nélkül kijavíthatod. Most sokszög lasszó használatával fogom korrigálni ezt az apró részt. És akkor ez is meg lesz. Legyünk precízek. Jó, meg is van. És akkor az így kapott maszkunkat hogyan fogjuk használni a körbevágandó képünkön? Ctrl lenyomásával kattintsunk a maszkolás csatornánkra, így mint látszik is, megkaptunk egy kijelölést. És akkor, ugye, hogyha körbevágandó képünkön vagyunk, és elvileg ezen kell legyünk, átkattintva, itt látszódik is, hogy megvan a kijelölésünk. Mielőtt ezt véglegesítenénk, itt kijelölés eszközre kattintva, mondjuk akár itt téglalap kijelölő vagy ellipszis kijelölő eszköznél, jobb gomb rányomásával a képen fordított kijelölést használjunk, így a kijelölésünk alakzata megváltozik, és a modellt veszik körbe. Erre azért van szükség, hogy a modellünk maradjon, és a háttér ugye eltűnjön. És ha ez megvan, akkor kattintsunk a maszkolásra, ami itt az alsó menüsorban elérhető. Nézni. És akkor látszódik, hogy végbe ment maga a kijelölés. Nos, mint az látható, itt van bizonyos körvonal. Ezt hogyan lehet módosítani, vagy hogyan lehet ezt redukálni. Igazából többféle alternatíva van. Az egyik alternatíva az az, hogy maga a háttér kitöltése teljesen más, mondjuk legyen fehér, ugye akkor nem is zavaró. Vagy, hogy még a kijelölés során
A módosításban lehetőség van arra, már is mutatom, ugye most megvan a kijelölésünk, tehát kijelölés, módosítás, és ugye van arra, hogy ezt bővítsük, vagy zsugorítsuk magát a kijelölésnek a méretét, hogy esetlegesen simítsuk jobban a kijelölésünket az adott alanyhoz, vagy az adott tárgyhoz, attól függ ugye, hogy mit akarunk maszkolni. Igazából ez finomítás kérdése. De amire szeretnék itt jobban kitérni végső sorban, az az, hogy ezt most el fogom venni, elveszem a hátteret is, és az alapréteget fogom majd elrejteni, hogy prezentálja, miről is van szó. Tehát itt a haj mögötti részeket is tökéletesen tudja redukálni, de elképzelhető, hogy akadnak apróbb hajszálak. Más és más módon megközelítve lehet ezt tovább finomítani, még precízebbnek lenni, még ezeket a minimális részeket is eltüntetni. Természetesen ez attól is függ, hogy maga a kép felhasználása, illetve a beillesztendő háttérben, amint a végtermék, tehát az elkészült finish kép, hogy fogalmazzunk így, milyen méretben lesz felhasználva, milyen platformon, mire is van szükség valójában, ahhoz, hogyha szeretnéd ezt még jobban finomítani, még precízebben kivágni, ahhoz célszerű más eszközöket is kipróbálni. Ezeket az eszközöket egy komplett videócsomagban be fogom mutatni, hogy milyen eszközökkel lehet ezt még elérni, milyen eszközökkel lehet finomítani magát a kijelölést, illetve hogy még precízebb legyen maga a végeredmény. De remélem, hogy már ezzel a videóval is egy olyan segítséget tudtam nyújtani, amit tudsz használni a későbbiek folyamán, és eredményesen tudod majd hasznosítani, és olyan minőségi végeredményeket tudsz majd produkálni, amivel te is elégedett leszel. Ha tetszett maga a videó, iratkozz fel a YouTube csatornámra, hiszen terben van, hogy a későbbiek folyamán újabb és újabb videókkal fogok előállni bizonyos témakörökben, ami akár a retus tutoriálok csoportomban közkívánatra kerül elő témakör, azt szívesen kiboncolom, kivesézzük, hogy miként is lehet megközelíteni, vagy megoldani az adott problémát, vagy feladatot, esetlegesen bennel is felmerül bármilyen jellegű kérdés, azt a csoportban nyugodtan felteheted, vagy jelez nekem akár e-mailben, vagy üzenet formájában, és akkor készséggel állok rendelkezésedre, és válaszolok a felmerülő kérdéseidre. Remélem, hogy velem tartsz a későbbiekben is, és legyen további szép napod!